Mire kell figyelni kezdőknek pályamotorozáskor? Nagyon sokan tették fel a kérdést, hogy először mennének pályára, mi az, amire odafigyeljenek? Hát mindenre. Tehát konkrétan mindenre. Ugyanolyan, mint az utca. Igaz, hogy egy irányba mennek szerencsés esetben a motorok, de ettől függetlenül egy csomó más dolog van, amire figyelni kell. Az egyik az az, hogy ha első pályázó vagy, felejtsd el a köridőmérést. Ha nem vagy valami ultra brutál talent, már pedig valószínűleg nem leszel, akkor egész egyszerűen tök mindegy, milyen köridőt mész, de még az első szezonodban is mindegy, milyen köridőt mész, mert ne arra figyelj. Figyelj arra, hogy megszokd a motorodnak azt a pálya használatát, hogy a motor hogy viselkedik máshogy, mint az utcán. Nagyon-nagyon sok über brutál, gyors utcai motoros vérzik el az első pályanapjain, és olyanok verik el, akit lenéztek egyébként a padokban. Tehát én is jártam, mindenki így jár. Aki rohadt gyors utcán és hatalmas nagy király és oda megy a pályán, úgy elverik, mint a szart konkrétan. Mert máshogy működnek a dolgok. Nem ismered az éveket, hogy sokkal precízebben, pontosabban kell kanyarodni, a kigyorsítás, a féktávok, minden számítanak. Na, kezdőként, amikor odamész, akkor... Ha szerencsés esetben olyan a pályanap szervező, hogy gyors, lassú vagy közepes csoportokra van bontva, és általában a köridők alapján ezeket így bekategorizálják. Óhatatlan is előfordul, hogy egy adott csoporton belül a leglassabb és leggyorsabb versenyző vagy pályanapos között is van annyi különbség, hogy azért az nagyon-nagyon nagy lesz mondjuk egy-egy kanyarban. Úgyhogy arra figyeljetek, hogy ha lassabbak vagytok, mint akik mondjuk az adott csoportban mennek, ne tekingessetek hátra, oké? Menjetek azon a vonalon, amin amúgy is mennétek, mert ha elkezdtek menekülni, arra a hátulról jövő nem fog számítani. A hátulról jövő arra számít, hogy látja azt, hogy te milyen íven mész, lehet, hogy már 2-3 kanyar óta figyel téged, még amikor távolabb vagy tőle, úgyhogy látja azt, hogy te milyen stílusba kanyarodsz, és tudni fogja azt, hogy az egyik kedvenc kanyarába kívülről, belülről, alulról, fölülről hogy fog megelőzni. De ha te változtatsz hirtelen a szokásaidon, mert meghallod azt, hogy mögötted valaki tempózik, és hallod a hangját, és azt mondod, hogy na jó, segítek, még lehúzódok, na hát lehet, hogy pont ott akart ő elmenni melletted, mert befigyelte azt, hogy melletted ott lesz majd egy lyuk. Úgyhogy te mindig csak előre figyelve csináld azt, amit csinált eddig, aki gyorsabb, az tudni fogja, hogy hol hagyjon le. Tehát te ne segítsél senkinek, te arra figyelj, hogy maradj a pályán, aztán nézi előre is, és találd meg a kanyarokat. Ezerféle dolgra kell még figyelni, hogy fölmész az utcai motoroddal, fogalma nincs a guminyomásról, nem tudod a kanyar kigyorsítási pontokat, nem tudod a fékpontokat. Figyeljél, tanulgassál, ne akarjál hirtelen begyorsulni, a hirtelen begyorsuló emberek találják magukat a leghamarabb a kavicsájból, vagy akár a Hungaroringen, a betonos területen, a pályán kívül, vagy a palángba. Jó, úgyhogy fölmész, és az első pár pálya alkalommal nagyon-nagyon laza kis örömmotorozást csinálj. Ne üljél ki, ha nem szoktál. Csak mennyi és szokd azt, hogy a motorod egész egyszerűen sokkal jobban működik pályán, mint utcán, hatékonyabb a fék, érdekes módon érezhetőbb kanyarban a motor, mert egyenletesebb az aszfalt, és bátrabb vagy, illetve simulékonyabb a motor a kanyarban, sokkal jobban tapad a gumi, mint utcán, nem fickándozik ugyanolyan gázadásokra, hanem szépen pontosan gyorsít ki a motorod. Úgyhogy egyelőre ezekre a dolgokra figyelj. Majd amikor eljön az idő, majd akkor méregetheted a köridődet, de addig, amíg mondjuk egy Hungaroringen 2.20 meg 2.40 között mész, akkor hagyd a francba az egészet. Hőmérséklet függő, jókedv függő, hányan vannak a pályán. Úgyhogy inkább csak menjél, gyakorolj. Minél többet mész, annál precízebben fogod tudni ismerni a pályát, a motorodat, és annál jobban majd jönni fog az a köridő. Nyugi. Évek is lehet valakinek, oké? Aki az első szezonban begyorsul, az mondjuk van 5000-ből egy ilyen motoros, aki igazán föl egy jó sportmotor a 600-750 ezerre, és olyan köridőt megy, hogy mindenki csak pislog tőle. Nem valószínű, hogy se én nem voltam az, se te nem leszel az, nyugi. Oké? Nagyon kevesen vannak ezek az emberek, akik ezt tudják. Amikor fölmész egy ilyen pályanapra, akkor egész egyszerűen menj az esélytelenek nyugalmával. Fölmész a pályára, és egész egyszerűen fogod, én azt szoktam csinálni annó még, de akkor is, amikor egyébként ismeretlen pályanapra fölmegyek, akkor én a csoportnak az utolsó embereként megyek oda. Úgy megyek oda, mintha én lennék a leglassabb, aztán majd kiderül, hogy nem leszek én, aztán akkor tudom, hogy egy jó darabig nem zavarok senkit, aztán inkább előzgetek embereket, mint hogy folyamatosan ötösével jönnek el mellettem. Tehát a kezdő vagy, akkor ne zúzzál fel a csoport legelején, mert még jobban be fog zavarni, amikor 20-asával mennek el melletted. Jó? És figyelj, ne erőltesd túl. Nagyon sok kezdő beleesik abba a hibába, hogy megvesz, ha azonnal, hogy 9 menetet megy, meg 500 kilométert motoroztam a pályán. Dehogy is, menj, adjál, pihenj, kicsit érzed mentálisan, hogy fáradsz, mert legtöbbször nem fizikailag fáradnak el egyébként a pályamotoros.
pályamotorosok, hanem fejben. Ha azt érzed, hogy egy kicsit már így nem annyira tudsz figyelni a kanyarokra, nagyon lefárasztó tud lenni 3x20 perces, meg 4x20 perces menetnek már a vége. Egyébként még a pihenőket is iktattál bele. Úgyhogy a legjobb egyébként kezdőként 3x20 perc után mondasz, hogy kalapkabát, inkább add el a jegyedet másnak, aztán menjél haza és értékeld magadba azt, amit tapasztaltál. Jó, és figyelj oda, és ne a tuningokat vedd meg a motorra, ne a futóműre költsé az első pillanatban, meg a mindenféle varázslásra, költsé gumira, meg költsé pályanap bérleti díjra, és minél több kilométert menjél. Figyeld meg, hogy a 10. pályanapon már sokkal stabilabb, magabiztosabb és ügyesebb vagy annál, mint amikor először fölmentél. Ja, hát igen, tapasztalt pályamotorosoknál is előfordul egyébként, illetve magukat tapasztalnak mondó motorosoknál is előfordul az, hogy leszarják egyébként a pályaszabályokat. Tehát egész egyszerűen, ahogy hallom, ahogy írogatják a Facebookon páran, hogy nonsense az, ami egy-két pályanapon működik, hogy egész egyszerűen az alapvető elemi szabályokat motorosok nem tartják be. Nem tartják be. Indokolatlan lassítanak, tehát most arra gondolok, hogy mész mondjuk egy Hungaroringen, Euroringen, Pannoniringen, bárhol, és egész egyszerűen a pályamotorozásnak a kellős közepén, ha fogod kanyarba, aztán fölülsz, mert úgy gondolod, hogy most fáradtál a kanyar közepén. Csak lehet, hogy mögötted meg hárman vannak egy méterre. Nem lehet ilyet csinálni. Nem lehet dumálni menet közben, se egy egyenesbe, egy csikánnal a másik, hogy megbeszéljük. Mert ha valami technikai gondod van, fölteszed a kezed, azt a húzz el a pályáról a palánk szélére, vagy mennyi ki gurulják ki a box utca előtt két kanyarral kezd el föltenni a kezedet, azt a szépen jelzel a többieknek, hogy te kimész. De amikor a pályán vagy, mindenki arra számít, hogy te legalább hozol egy minimum tempót. És nem izé tötyörgős, fagyizós Váci utcai tempóba fogsz menni, azt integetsz a csajoknak, meg nézeged magad a kirakadba, oké? Okay? Úgyhogy ha valami meguntad azt a napot, tisztességgel fejezd be a kört, zúzz el a box utcába, azt ott már annyival mész, amennyivel akarsz, lassan. Csak ne a pálya kellős közepén, mert esnek, kelnek, egymásba mennek a motorosok emiatt, és ez egész addig nem probléma, amíg valaki meg nem hal. Jó? Úgyhogy ezt figyeljetek oda, és mindig figyeljetek a másikra. Nagyjából csoportosuljatok a normálisabbja közé, hogyha így kimentek pályán. Egy-két pályanap után látni fogjátok, hogy ki az, akivel nem lett szóba, mert akkor kurva nagy arca van, meg vannak azok, akik közvetlenebbek, általában ezek az emberek egyébként segítenek, szívesebben, stb. Úgyhogy hamar be tudsz illeszkedni ebbe a közegbe.